A várakozásnak és az erőviszonyoknak megfelelve, látványosan, okosan és egyben taktikusan játszva sorra aratta nagyarányú győzelmeit Harsányi Mária U16-os kadett csapata az országos pécsi döntőben. Többek között a Sopront, a Pécsi Akadémiát, a Diósgyőrt és a Vasast is magabiztosan legyőzve. A döntőben, az aranycsatában a mezőny legjobbjának tartott, szerkezetileg is jobb fővárosi csata ese volt az ellenfél. Egy sokáig emlékezetes, végsőkig kielezett meccsen az utolsó 3 másodpercben szerzett Miklós Melinda kosárral 52-51-re győzött, és lett az ország legjobb U16-os csapata, az Atomerőmű KSC Szekszárd. Azt mondja a korszakos sikeredző Harsányi Mária, ezúttal komoly, máskor nem jellemző egyesületi teammunka, összefogás áll a döntőbeli bravúr győzelem és a csapat egész tornán nyújtott teljesítményének hátterében. Jött hozzám, aki a Zsejko mellett is dolgozik, elemző, a Pásztor Isti, meg kell említenem feltétlenül, aki a taktikába és a játékos elemzésbe, amit az NBA-ségben csinál, én még utánpótlás vonalon nem láttam, a Zsejko hallottam, hogy ő már annó Pécsen csinálta, és ő rengeteget segített nekem ebbe, és feltétlenül tudtuk térképezni teljesen, hogy a csatának a játékos, hogy kinek mi az erőssége, és hogy kivel fogadjuk meg, illetve hogy milyen taktikát választunk a játékhelyzetekbe. Nagyon sokat segített. 6 év munkájának gyümölcse most érett be igazán. Ismerkedünk a nevekkel, Miklós Melinda, Rences Rebeka, Andi Hanna, Holc Rebeka, mint a szekszárdi kosárlabdázás közeljövőjének új nagy ígéreteivel. Miklós Melinda, mint a teljes magyar U16-os korosztály egyik legjobbja, a pécsi döntőben is valóban vállán vitte el csapatot. Jellemző, ő szerezte a döntőben a bajnoki győzelemhez kellő kosarat. Megmarad, és ezt nem fogom tudni elfelejteni. Visszagondolva, hogyha újra átélem, akkor olyan érzés, mintha így meg kellett volna rémülnöm, hogyha most kihagyom, mi lesz, meg hogyha máshogy csinálom, de akkor semmit nem éreztem, és csak úgy mentem, ahogy jött. Ebben a játékban nagyon fontos irányító poszton Rences Rebeka volt, a kis karmester, mondhatni a csapat esze. Próbáltam igen inkább kiszolgálni a társaimat, mivel irányító vagyok, és nekem az a dolgom, megbontani a védelmet, kiosztani, és szerintem ez nagyon jól sikerült. Kintről is szerencsére bementek a dobások, így sok pontot tudtunk onnan kintről is dobni. A szurkolótábor pedig fantasztikus volt. Nagyon sok lelki erőt adtak nekünk, mikor kicsit mélyvölgybe voltunk, és az ő segítségükkel tudtunk felállni. Holc Rebekának kellett megvívni a küzdelmet az ellenfél valóban magas és képzett játékosaival. Én mindig megpróbálok edzéseken is arra koncentrálni, hogy minden sebességből és minél jobban, pontosabban időzítve oldjak meg, ami szerintem sikerülni is szokott. Nagy álma az élvonalbeli játékossá válás neki is. Nem leszek magas ember, én ezt már látom előre, de szerintem bedobó poszton is majd meg tudom oldani a magam dolgát. Viszem őket végig, bár az idén is az enyém volt ugye a junior is, ahol 5. lettünk, és viszem tovább ezt a társaságot, és szeretnénk jövőre indulni az NB1B-be velük. A felnőtt bajnokságban való szereplés mélyvíz, ám nagyszerű eszköz arra, hogy felgyorsítsa a szekszárdi tehetségek fejlődését, közelítve az élvonal követelményeihez.